Tudás, közösség, biztonság sok más dolog mellett optimális esetben ezeket adja egy iskola a diákjainak. De vajon képes-e egy iskola biztonságot adni olyan gyermekeknek, akik a háború elől menekülnek? Vendégeim Dr. Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök püspöke. Jó napot kívánok, püspök úr! Jó reggelt! És velünk van Irina Fedúr, az Ukrán Iskola Koordinátora. Jó napot kívánok, Szervus Irina! Jó napot kívánok, szia! A Budapesten működő Ukrán Iskoláról beszélgetünk a következő fél órában még hozzá azért, mert a napokban egészen pontosan holnap tartja tanévzáró ünnepségét a Budapesten működő Ukrán iskola. Mielőtt megismernénk az iskola működését, ismerjük meg Irinát, aki, hát talán fontos kiemelni, hogy nem kárpátaljai magyarként, hanem ukránként él Magyarországon, imáron tíz éve. Mikor, miért jöttél? Én pontosan tíz évvel ezelőtt érkeztem ide Budapestre. A, a párom kárpátaljai, én kívül vagyok, kívül ide érkeztem, és Uh, Igyekszek, próbálok megtanulni a magyar nyelvet, tényleg nagyon nehéz, de muszáj. Szóval uh, sokáig gyesem voltam, két csodálatos gyerekem van, és mióta kezdődött a háború, kezdtem önkénteskedni. Itt ott segítettem, és valahol március végén találtam egy súlit. Akkor más helyen volt a turbinában, a nyolcadik kerületi uh, centrumban és hirtelen nagyon-nagyon sok gyerek érkezett. Hatvanan voltunk egy nagyon kis helyen, nem a gyerekeknek való, és próbáltam, keresgeltem, hogy hova lehet átköltözni. És úgy találkoztam mely Attilával a diakónia, és abban segített, hogy mi átköltöztünk az Evangélikus Egyháznak a head office-be, ami a üli úton van, és a, a április 27-e óta ott vagyunk, ott rólunk gondoskodnak, segítenek bármiben. Én Mészáros Attila, akit említettél, ugyebár az Evangélikus Egyház Diakóniai Osztályának vezetője. Püspök úr, hogyan jött az ötlet mikor jött egyáltalán az igény az iskolára? Előbb megjelent Irina, vagy már gondolkoztak azon, hogy bizony, miután életeket mentettek, most már a gyermekek szociális helyzetével kell foglalkozni? Igen, természetesen a menekült munkával kapcsolatban e, rengeteg gyerekkel találkozunk, ahogyan most az ukrajnai menekültek is jöttek. Elsősorban ugye asszonyok, mert a férfiak többségében otthon kellett, hogy maradjanak, és gyermekek. És ahogyan fogadtuk őket a határon, és nagyon sok evangélikus gyülekezet ment a határa, fogadta őket, vagy nyíregyházán és környékén megnyitották a, a gyülekezeti termeket, a, az otthonokat és diakóniai intézményeket is befogadták őket, elég hamar fölmerült annak a gondolata, hogy, hogy, mi lesz a gyerekekkel. Hiszen az asszonyok, az édesanyák, ha csak lehet, akkor szeretnének munkát vállalni, és a gyerekek ne otthon üldigéljenek, ha már iskoláskorúak, ne a telefonokat nyomkodják, ami persze fontos kapcsolat a hűvilággal és az otthoniakkal, de azért nagyon fontos, hogy, hogy értelmes tevékenységet adjunk nekik. Ezért elég hamar fölmértük azt, hogy az evangélikus gimnáziumok és általános iskolák hol tudnának befogadni benne Külteket. Ez persze nyelvi lekorán sem könnyű, még a határkörnyékén egy házán, az általános iskolában, gimnáziumban, elsősorban Kárpátaljáról érkezett tanárok között nyilván vannak ukránul tudók is, de máshol ezt nem tudtuk volna megoldani, és ezért találkoztunk tulajdonképpen nagy, nagy örömmel ezzel a lehetőséggel, mi magunk is, hogy, hogy segíthetünk, és, és amikor megtapasztaltuk, hogy ez az ukrán közösség, ez tényleg nagyon kicsi helyen van, és, és minden szempontból nagyon szűkös körülmények között, akkor azt mondtuk, hogy ha nekünk az Úristen megadta azt a lehetőséget, hogy tágasan lehetünk tényleg az országos központunknak egy szépen felújított épületében, és annak az alaksori termeit át tudjuk adni, ez a közös étkező, ifjúsági közösségi terek, ahol együtt szoktak lenni a munkatársak, vagy a, a fiatalok, akik oda bejárnak, de mindenki vállalta ezt a, a tulajdonképpen önfeláldozást, hogy jó, akkor nem használjuk a éttermet, nem használjuk ezeket a közösségi tereket, hanem ha átadjuk a diákoknak és a tanároknak. És külön öröm az, hogy az ott dolgozók, az országos egyház munkatársai önkénteskednek, tehát közben lemennek, gyümölcsöt visznek, beszélgetnek, játszani viszik őket, úgyhogy nagyon jó barátságba kerültünk egymással. És akkor nézzük a gyakorlati működését az iskolának. Ugye nem tudjuk, meddig tart még a háború, bizonyára még mindig jönnek menekültek, maradnak. Egy ö, csoportjuk, egy ö, részük tovább megy Magyarországról, Bármeddig lehet az iskolába járni? Mik a feltételek, Irina? Honnap lesz a tanévzáró, és hétfő után lesz nyári élet, kezdődik. Nyári táborok lesznek, először arra koncentrálunk, arra fokuszálunk, hogy legyen jó nyár a gyerekeknek, hogy legyen öröm, legyen több foglalkozás, legyen magyar nyelv intenzív óra meg angol is legyen, mert az is fontos a mai világban. És egyelőre arról gondolkodunk, hogy nyár végéig velünk lesznek, és aztán mivel a mindegyik gyerek köteles, a menekült gyerekeknek is ez vonatkozik, nekik menniük kell magyar iskolába. Uh -huh. És abban próbálunk segíteni, beíratni a gyereket a magyar súlyukba. Akkor ezek szerint nagyon fontos, hogy magyarul tanuljanak ebben igen, a néhány igen. hónapban, vagy néhány hétben, amely még hátra van szeptemberig. Már másfél hónapja tanulnak magyarul, de az kevés, és igyekszünk minden nap szervezni nekik magyar órát. Ukrán anyanyelvűként mit gondolsz a magyar nyelvről? Nehéz. nehéz. Nehéz a magyar nyelv. Szerintem az életem végig fogom tanulni a magyar nyelvet. Sokat már nem kell egyébként hadd jegyezem meg, hogy nagyon, nagyon szépen beszélsz magyarul, meg hát látszik a sok-sok gyakorlat, és akkor térjünk vissza a gyerekekre, mert hogy a szüleik és ők maguk is úgy gondolják, hogy öm, hosszú ideig maradnak, hosszú távra terveznek Magyarországon. Igazából mindenki arra vár, hogy vége lesz a hábronok és aki van haza, hova hazamenni, uh -huh. azok men mennének haza. Akinek nincs hova, ez még kérdéses. Attól függ, hogy tudnának találni a helyüket itt Magyarországon, vagy nem. Püspök úr, az evangélikus szellemiség bármilyen szinten jelen van az oktatásban, az ukrániskolában? iskolában jelen kell lennie? Vagy önök a helyet biztosítják? A helyet biztosítjuk elsősorban, természetesen nem szólunk, be a, nem szólunk bele az oktatásnak a tartalmába, de talán a lelkületet azért képviseljük. Nem szeretnénk tolakodni, én magam is, ha akár vendégekkel ellátogatok oda, pici óvatos vagyok, hogy ne zavarja meg a tanulást, és de ne, ne legyek ott egy zavaró tényező, de azért mindig szívesen megyek, és jól látni a gyerekeket, kicsit belehallgatni az éneklésükbe, a, angol angolórába, vagy megható volt, amikor énekelték a magyar népdalokat, a tavaszi szél vizet áraszt, szép volt, de természetesen a tartalmi kérdésekben mi nem szólunk bele, de ott vagyunk, a szünetekben is elérhetők vagyunk, megszólíthatók vagyunk, voltak olyan alkalmak, hogy Isten tiszteletre is hívtuk őket, nálunk az országos irodában minden hétfőn van áhítat a munkatársaknak, egy alkalommal nagyon megható volt, hogy följöttek a tanárok és a diákok részt vettek ezen az áhítaton, együtt szolgáltunk, énekeltünk, és nagyon szép emlékezetes alkalom volt, vagy amikor nálunk járt Pavló Svárc, az ukrán evangélikus egyház püspöke meghívtuk őt a missziói napunkra, akkor ő is ellátogatott családjával együtt az iskolába, és nagyon jól elbeszélgetett a tanárokkal, a diákokkal. Tehát ez az értelem, ilyen értelemben az evangélikus jelenlét ott van, de nem szeretnénk semmiképpen sem ö, rájuk telepedni. Irina, így érzed? Megvan a szeretet, megvan Igen. a biztonság, amikor kell, akkor ott van az Á, evangélikus egyház? Nyitott szívvel elfogadtak minket, és bármi problémánk van, bármire szükségünk van, segítenek. És számomra Stélo Gábor jelenti a példát. Most jelent meg újra az ő naplója, egész pontosan a teljes, csonkítatlan naplója, amit már a 80-as években megjelentetett az Evangélikus Egyház, de kiderült, hogy ez a teljes naplónak csak a fele, és a magvető kiadó tények és tanúk megjelent, és most újra olvasom, és nagyon sok párhuzamot látok az akkori II. világháborús helyzet és a mostani háborús helyzet között, különösen is a gyermekek perspektívájából, hogy Stélo is a gyermekmentő, így szoktuk nevezni, leírja, hogy, hogy, akár a zsidó gyerekek, akár a második világháború után a börtönbe került bélistázott szülőknek a gyerekei, akik között nagyon sok nehézsorsú sorsú gyerek is volt, mennyire posztraumás állapotot mutatnak, és ebben a posztraumás helyzetben milyen fontos, hogy szeretettel ott legyen valaki közöttük lelkipásztorként, és Télo elmondják, még a most élő tanuk is vannak 90 éves egykoriszt gyerekek, hogy ő sohasem erőltette rájuk a hitéletet. Tehát lelkészként volt jelen, esténként énekelték az egyházi éneket, az Óterjeszki Jézusom kezdetű éneket, és, és adott esetben elhangoztak bibliai igék, de ez mindig inkább csak a, 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 a nyitott ajtót kínálta föl, hogy én egy nyitott ajtót mutatok nektek, ez a kereszténység, az evangélikus egyház felé nyitott ajtó, aztán te döntöd el, hogy belépsz vagy nem lépsz be. Azt hiszem ez egy jó evangélikus mentalitás. A meg Kívás a közösségbe, de nem erőltetjük rá a hitünket a másikra. Irina, akkor Sztélo Gábor mentén beszéljünk arról, hogy az oktatás, a tudás mellett még mit kapnak a gyerekek ettől az iskolától. A közösséget biztosan, a biztonságot meg tudjátok nekik adni ezzel az intézménnyel? Persze, mivel fél kilenctől ott már vannak tanárok, mi várunk mindenkit, aki, ö, nem fontos, hogy gyerek minden nap járjon, az pont a gyerektől függ, vagy a családtól függ, az nem kötelező. Uh -huh. Szóval mindig ott vagyunk, és várunk rájuk a gyerekekre. Ha valaki szeretne csatlakozni, akkor jöjjön. Van valaki, aki március végétől jár hozzánk minden nap. <laughs> mintha tényleg, mintha család vagyunk. Vannak, akik később csatlakoztak, mivel nagyon sok gyerek online tanultak. Ha létezett az ukrán iskola, és volt ez a Zoom tanítás, akkor gyerekek otthonról tanultak, és kb. két hete vége van a ukrán iskolának és több gyerek csatlakozott, kb. 20 érkeztek két hét alatt. Ez egy <laughs> kellemes meglepetés volt, és nekünk is jó, hogy mi azt tudjuk, hogy valami fontos dolgot csinálunk. Ojhírt is hallottam, hogy valaki még vasárnap is menne iskolába. <gül> <gül> Igen, az is van. <laughs> mi nem nagyon szeretnénk vasárnap járni, mert ennek az kicsit fárasztó néha, mert egész nap ott vagyunk a gyerekekkel, a tanáraink, majdnem mindenki is menekült. Igen. Szóval arra kell is figyelni, hogy nekik is nehéz és csupa fiatal tanár tényleg nagyon megható gondolom, saját gyerekeik is vannak adott esetben, és, és megvannak a saját gondjaik is, de azért törődnek a, a többivel is. Hát, Ez a legfiatalabb kortis. tanárunk 21 éves, és <laughs> ő is menekült. <laughs> és a korosztályt hogy kell elképzelni? Hát felteszem, hogy különböző korosztályú gyermekek járnak hozzátok. Hogyan csoportosítjátok őket? Uh, mi többször próbáltunk átalakítani a súlyunkat, de a legjobb mód, hogy uh, legyen mind négy alsós osztály. Uh -huh mert kicsit külön kell foglalkozni a gyerekekkel. Szóval van négy alsós osztály, van ötödik-hatodik osztály, egyben vannak, és tinik. Ez a tinis csoport, ez egy külön dolog, 13-17 évesek, és jó barátok, és nagyon öröm látni őket minden nap, hogyan a iskola után is járnak együtt sétálni a városba, vagy csak ott maradnak az iskolában, szoktak gitározni, pingponozni, ez tényleg jó látni. Hát igen, ez az a biztonság, amire én gondolok, nem feltétlenül a fizikai, hanem a mentális biztonság, igen. hogy otthon vagyok, itt szeretnek, jól érzem magam és Hát azt hiszem, hogy megerősítik mind a ketten, hogy a kis kamasz korosztálya, a kamasz korosztálya lehet talán a legnehezebb dolga a felnőtt társadalomnak, amely amúgy is megéri traumaként, ami történik vele, és akkor még kezelni a gyerekeinek a, a traumáját is. Vannak pszichológusok, akik segítenek nektek? Uh, próbálunk nyújtani nekik pszichológiai uh -huh. segítséget. Nálunk volt egy pszichológiai csoportfoglalkozás a nagyobb gyerekeknek, és én most, mivel egy gyerekvédelmi szervezet dolgozója vagyok, próbálom, tervezom a neve, próbálok nekik talál, kitalálni valamit, valami csoportfoglalkozás a kis gyerekeknek, mivel sajnos az anyukák sincs jó állapotú, mm -hmm. és úgy érzem, hogy nem beszélik át a gyerekekkel, hogy pontosan mi történik, és tök normális úgy érzeni magukat, hogy sírni az normális, szomorú lenne, az is normális, és jövő héttől valószínűleg meg lesz minden héten több csoportfoglalkozás, hogy csak beszélgessenek, hogy mi történik, és az mennyire fontos, érteni a gyerekeknek, hogy ez normális, rosszul érezni magukat. Püspök úr, a lelkészeknek különösen nehéz lehet ez a feladat, tehát hát lelki gondozóként kötelességük helytállni. Tudnak ilyen jellegű segítséget is nyújtani? Igen, amikor például a kicsit párhuzamos történet az Evangélius Titulán Egyetemen is befogadtunk egy ukrajnai menekülcsoportot, akik érdekes módon afrikaiak többségében nigériaiak voltak, de köztük is voltak 21-22 éves egész fiatal egyetemisták gyerekeim lehettek volna, és ugyanezeket a posztra a más állapotokat mutatták, és természetes, hogy a köztük levő lelkész jelöltek, akik megosztották az otthonaikat és a szobáikat velük, vagy akár a köztük levő teológiai tanárok vagy pszichológia oktatók foglalkoztak velük, és volt lehetőség a történeteik elmondására, ezeknek a feldolgozására. Azt hiszem, hogy ez természetes, hogy lelkipásztorként mi ott vagyunk, és készek vagyunk őket meghallgatni. Valószínűleg nem is kell annyit beszélnünk, inkább hallgatni kell. És az a biztonság, az a védettség, amit említett számomra tényleg tűnik. A holnapi tanévzáró alkalomra kértek, hogy tartsak majd egy, egy Áhítatot, és ezt a képet fogom majd kézbe adni, kivetíteni. Egy kis plastika, a kisgyermek feje pele simul egy nagy kézbe, egy nagy tenyérbe. Isten kezében, ugye azt szoktuk mondani, ezt Gábor könyvének is az első kiadása ezt a címet viselte, hogy Isten kezében. Nagyon fontos ez a védettség, ez az oltalom. Az emberi simogatás is, ez azt is jelképezheti, egy, egy felnőttnek a nagy keze, amiben jó bele de jelképesen ez Isten keze is, hogy ő a védettséget, az oltalmat kínálja. Föl. Irina Püspök úr említette, hogy holnap ő is felszólal, megszólal az évzáron. Mi lesz még? Láthatjuk-e, hallhatjuk-e a gyerekeket? Gyerekek arra nagyon várnak. <laughs> lesz egy nagy, kis vagy nagy koncert, fognak táncolni, énekelni, e, már két hete próbálgatnak. E, igazából mi nem segítünk nekik. Ez teljesen ön, önálló program lesz. Van nálunk egy. Azt mondanám, hogy szervezet. Egy, e, tegnap e, a tínik voltak a tanárok például, mm. és ők tartottak a fő próbát. Szóval mi csak prób segítünk, e, és ön, nagyon önállóak a gyerekek, és találtak egy dalt, megtanultak, és szépen fognak együtt hallgatni. E, valószínűleg igen, igen. A tavaszi szél nagyon bevált nekik. <gül> megtanultak, <gül> igen, és e, Szerintem a biztonságról szeretnék mondani, hogy uh, úgy érzem és úgy láttam, hogy tényleg biztonságban vannak nálunk az iskolánkban, az, az épületben, uh, mert például amikor én jövök munkára, jönnek hozzám csak ölelésre. Uh -huh. És az, uh, szerintem ez az egyetlen egy ölelés, ez másfél másodperc, de én is azt érzem, hogy nekik itt jó. Itt jó itt jó érzik magukat, biztonságban, ez a safe space. Azért is indítottuk ezt a projektet, mivel azt láttuk, hogy rengeteg sok ukrán gyerek ide érkezett, és nem volt semmi hova, hova menni, otthon ülni a lakásban valakivel, ez nem a legjobb megoldás a menekült gyerekeknek, és azért próbáltunk valami foglalkozást kitalálni nekik, és abból született egy Iskola. És tényleg az iskola, mivel fél kilenctől kettőig tanulnak a gyerekek, mindegyik gyereknek van öt óra. És próbálunk ukrán tanszermódot tartani. Nem mindig sikerül, de próbálgatunk, mivel az elén a tanárok önkéntesek voltak, és nem kaptak semmi fizetést azért. És most? most az, egy, evangélikus egyház segít, igen. van lehetőségünk arra, mert nagyon sokan támogatnak bennünket, híveink nagyon sok összeget felajánlottak, elsősorban a, a hóruk munkára az elején, amikor tényleg határa kellett menni, szendviseket kenni, és, és otthonakat megnyitni az emberek előtt, de utána sikerült meggyőzni őket arról, hogy a folyamatosság, a fenntarthatóság nagyon fontos, és tartósan kérjük a segítséget, és ezúton is köszönjük a híveinek és a támogatást. De vannak olyan külföldi egyházi partnereink, a Lutheránus Világszövetség, vagy a Bajor Testvére Egyház, vagy az Amerikai Egyház, amelyik támogat bennünket anyagilag is, és ebből van lehetőségünk arra, hogy a tanároknak fizetést tudjunk biztosítani. Ugye az Evangélikus Egyház a háború kötérésének napjától szívén viseli a menekültek sorsát, meg az ott maradtak sorsát is, lehet így fogalmazni. Van-e még egy hívószám, vagy egy adományvonal, amelyet felhív a mi is segít? Ah, de és van. és csüggede az adakozóked, mit tapasztalnak nem csügged, de egy kicsit azért felejtődik. Tehát, de talán minden kampánynál így van, hogy amikor elindul, akkor, akkor jobban odafigyelnek rá, és, és készek az emberek segíteni. Sajnos utána szinte meg lehet szokni azt, hogy, hogy, hogy nehéz helyzet van, és nem is gondolnak bele az emberek abba, hogy folyamatosan kell segíteni. Mi elindítottunk egy olyan digitális fejlesztéssel egy, egy, egy oldalt, egy felületet, nagyon egyszerű, persejpénz.hu, ahova be lehet fizetni, ott csak ezt beüti az ember az interneten, hogy www.persejpénz.hu és különböző címek megjelennek. Akár De egyes... bármely összeget be lehet ütni? Bármely összeget be lehet ütni, akár átutalással, uh -huh. akár egyéb banki befizetéssel, és meg lehet jelölni kifejezetten, az is feljön egy olyan mondat, hogy, hogy ukrajnai segítés, tehát ha valaki adakoz akar, akkor ilyen módon nagyon egyszerűen tud, de természetesen akár az ökonomikus egész keresztül is, vagy, vagy az egyházközségeken keresztül, hiszen ott is folyamatosan gyűjtünk, ki vannak téve persejek is, és hirdetjük is ezeket. Ugye mondta Irina, hogy a gyerekek és a szüleik hosszú távra terveznek, nem tudnak más tenni, ugyanis akkor a bizonytalanság. Püspök úr, az Evangélikus Egyház Országos Központjának ajtaja nyitva áll továbbra is. Nem kell elköltözniük, meddig tudják biztosítani a helyet az iskolának? És a szellemiséget, természetesen. A szellemiséget mindig, a helyet is, természetesen, de hát éppen mondta Én, hogy, hogy ősztől az a terv, hogy integrálódjanak, és a, a, azt hiszem a törvény is előírja, hogy hogy a beiskolázás keretében rendes iskolába járjanak. Bár azt hiszem ezt talán el fogják fogadni valamilyen módon ezt az itteni tanulmányokat, és ez mindenképpen jó, hogy hogy nem esik ki. Tehát, ha, ha mégis szükség lesz arra, hogy, hogy továbbra is nálunk legyenek, rajtunk nem múlik. Mi természetesen változatlanul biztosítjuk ezeket a helységeket és az önkénteseinket, még a, a fizetés is azt hiszem, hogy fogjuk tudni biztosítani. Legjobb lenne persze, ha véget érne a háború, és, és haza tudnának térni, vagy aki itt akar maradni, az, az, teljesen integrálódni tudjon, de amíg szükség van rá, biztos, hogy a Egyházra számíthatnak. Azért köszönjük. Irina, holnap lesz az évzáró, és hát ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy befejeződik a munka, azért is nem. beszélünk jelen időben az iskoláról, mert hiába zárul az év, a tan év, attól még foglalkoztok a gyermekekkel még hozzá táborosztatás formájában. Igen, és úgy látszik, hogy a háború végig fogunk dolgozni. Uh -huh. Valószínűleg változni fog a. a rendünk, a módunk, de így is, úgy is segíteni kell nekik. És ha fognak járni a magyar iskolákba szeptembertől, akkor mindenképpen este biztosítani kell nekik magyar órát, angol órát, és arról gondolkodunk, hogy nagyon jó lenne egy szombati ukrán foglalkozást alapítani ukrán gyerekeknek, hogy ne felejtsenek el az ukrán nyelvet, uh -huh. az ukrán kultúrát, mert nekünk az nagyon fontos, hogy Beszéljünk ukránul, mivel ott, attól próbálnak védeni minket az oroszok, hogy ha az ember oroszul beszél Ukrajnában, az jelenti nekik, hogy ez orosz. Uh -huh. És e, nekünk az fontos, hogy beszéljünk ukránul. Igen, nagyon sok ukrán ember szokott oroszul beszélni, de próbálunk váltani ezt a módot. És az iskolánkban mi csak ukránul beszélünk. Ez fontos a az, Fontos az anyanyelviség, és azt gondolom, hogy ezzel mi is hozzá tudunk, akár ezzel az iskolával is hozzá tudunk járulni az ukrán-magyar megbékéléshez is, hiszen milyen jó, hogy érzékelik azt, hogy az anyanyelvet használni akarják, és ugyanígy természetesen a kárpátaljai magyarok, hogy élni tudjanak a, a kulturális lehetőségeikkel, örökségükkel, és használni tudják a nyelvüket. Én nagyon sokat remélek ettől az együttműködéstől, hogy az ukrán-magyar megbékélés és kiengesztelődés ezen az apró eszközön keresztül is talán előrébb jut, és azt a befogadást azt mindenki meg fogja érteni, hogy érdek nélkül őszintén jó szívvel tudjuk tenni. Igen, hát az identitás megőrzéséhez elengedhetetlen a nyelv megőrzése, és pont ezt szerettem volna mondani, hogy ebben van tapasztalatunk, ha beszélhetek az anyaországi és határon túli magyarok nevében is, mármint hogy ez, ha nehézségekbe ütközik, akkor az identitás is elveszhet. Irina, beszéljünk még egy kicsit a gyerekekről. Mit mesélnek ők? Azt mondtad, a szülők kevésbé beszélnek egymással a problémáikról. A gyerekek megnyílnak-e nektek? Uh, igazából, ha szeretne beszélni a gyerek valamiről, ami történt vele, akkor szívesen ott vagyunk mindig. Uh, mi nem szoktunk kérdezni, uh -huh. mivel ez. Um, traumát És volt egy pár eset, amikor gyerek egész nap sírt azért, mert valami történt, vagy egy hang hirtelen hang volt, és megijedt a gyerek, mivel nálunk nagyon sok olyan gyerek van, aki Harkivból, Hersonból, Odesszából, Mariupolból érkezett. A legrosszabb helyzetből, és okupált <laughs> régiókból. És az elején az nagyon látszott, hogy féltek, mert minden idegen volt, Uh -huh. nekik. Ország, lakás, pénz, nyelv, minden. És nagyon látszott, látszott rajtuk. Most már nyitottak vannak, kicsit már tudnak beszélni magyarul, néha jobban beszélnek, mint az anyukák, <laughs> és segítenek az anyukáknak például a boltban jól látni, és nálunk is, mikor érkeznek, már nem dobra útra, dobra haránka mondják, hanem jó reggel. Jó reggel, <laughs> igen, igen, szokják. Irina, te továbbra is önkéntesként végzed ezt a munkát? Igen, amíg tart a háború, mert én is tudtam volna lenni az helyeken. Ennyi. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok az elmúlt percekben. Dr. Fabinyi Tamás, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök és Irina Fedúr, az Ukrániskola koordinátora volt a vendégünk. Isten áldását kívánom az életükre, munkájukra. Püspök úr említette a Sztélo atyával énekelt éneket, ó terjesz ki Jézusom, nagy irgalmatból élnem szüntelen tesegé, így végződik ugye az első verszak, legyen ez a végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak. Köszönjük. Köszönjük. szépen.